Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Musik, Handwerkermarkt, Volltätigkeiten. Die Adventsprogrammreihe hat in Szurgetin begonnen. Nationalitätstag. Am Nationalitätstag in Tolnau traten auch lokale und nachbarschaftliche traditionelle Gruppen auf. Die Tanzgruppe des ungarischen deutschen Freundschaftskreises Bavard wird 20 Jahre alt. Mit einem festlichen Programm feierten sie die zwei Jahrzehnte. Neuinszenierung. Der König ist auch im neuen Stück des Deutschen Bühnes nackt. Während der Adventszeit werden in Szurgetin spezielle Programme vorbereitet. Der Veranstalter Deutsche Nationale Selbstverwaltung begrüßt die Gäste sonntags an mehreren Orten im Untergeschoss der Stadt. Besucher können aus einer Vielzahl von kulturellen Programmen und handwerklichen Köstlichkeiten wählen. Darüber hinaus dienen diese Anlässe auch einem wohltätigen Zweck. Fröhliche Musik erwartet die Einwohner von Szurgetin am 27. November an der Kellergasse. Die erste Adventssonntag wurde hier gefeiert. Die Idee der Veranstaltung stammt von der örtlichen deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung. Die deutsche Selbstverwaltung von Szurgetin hat diese Idee gehabt, mal letztes Jahr, dass wir hier eine Adventsveranstaltung machen möchten im Dorf. Und daher gab sich dann eigentlich diese Weinkellerstraße, weil wir haben ja schöne, viele schöne Weinkeller. Und wir haben gedacht, wir machen so eine Art offene Weinkellertür im Einwand und vier verschiedene Stationen an den vier Wochenenden. Und so haben wir letztes Jahr eigentlich dieses Prinzip ausgearbeitet. Letztes Jahr war natürlich durch Corona das abgebrochen, also konnte nur das erste Wochenende abgehalten werden und die anderen Termine fielen leider aus. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr nicht der Fall wird. Also wir möchten die ganze Adventszeit hier in den Weinkeller feiern. Und es freut uns sehr, dass so viele Leute aus dem Dorf gekommen sind, weil bei neuen Veranstaltungen hat man immer ein bisschen Angst, dass es die Leute nicht so kommen werden, ob das wirklich gefällt, ob die Idee gut ist. Aber das zeigt Gott sei Dank, dass die Leute daran interessiert sind und dass die Leute gern hierher kommen. Auch Kunsthandwerk, leckere Speisen und Getränke warteten auf Interessierte. Auch mit der Dekoration sorgten sie für die festliche Atmosphäre. Für die Kleinen wurde auch eine besondere Aktivität organisiert, während die Erwachsenen die Weine der gastgebenden Weinguts probieren konnten. Musik war ein unverzichtbarer Bestandteil der Veranstaltung. Das Besondere ist, dass an der Adventswochenende nicht nur das kulturelle Programm abwechslungsreich ist, sondern auch die darauffolgenden Sonntage einem karitativen Zweck dienen. Die Grundidee ist eigentlich nicht, dass wir hier einfach nur feiern, sondern es ist immer einem guten Zweck gedacht. Adventszeit ist ja auch deswegen wichtig, weil wir ja an Weihnachten uns vorbereiten. Dann ist es sehr wichtig, dass wir spenden können. Und das ist auch jedes Mal ist eine Benefizveranstaltung. Das erste Mal ist für den Kindergarten. Also das Geld, was hier einfließt, wird für ein 1:1 für den Kindergarten aufgeboten. Das zweite Wochenende ist für die Schule veranstaltet. Am dritten Wochenende sammeln wir für die notdürftigen Familien im Dorfe. Und am vierten Wochenende sind dann die Pensionisten dran, unser Pensionistenverein. Und die werden das Geld, was hier einfließt, bekommen und darüber dann an die Leute verteilen oder auch Programme veranstalten, wie sie möchten. Und ich muss noch erzählen, dass es sehr wichtig ist, dass wir, also die Grundidee hat die deutsche Selbstverwaltung gehabt, da war es sofort haben sich alle anderen Selbstverwaltungen, auch die kroatische Selbstverwaltung, die Gemeindeselbstverwaltung und natürlich auch sehr viele Zivilorganisationen diesen Initiative angeschlossen, was sehr, sehr wichtig ist, weil alleine könnten wir das nicht organisieren. Es war sehr wichtig, dass die Leute wirklich alle geholfen haben und ich hoffe, dass sie auch weiterhin helfen werden, also bei den anderen Veranstaltungen und das ist dann sehr wichtig. Auch muss ich erwähnen, dass es einige Familien gab, also zum Beispiel hier, wo wir stehen, ist auch der Weinkeller von einer Familie, von Familie Karl und Fuchs und die haben da sehr viel angeboten, auch eigentlich das Essen komplett bezahlt, also gespendet und damit das Einkommen für den Kindergarten eigentlich 100% zum guten Zweck verwendet wird. Neben dem Spaß können Familien und Freundgruppen auch spenden, um lokale Institutionen und Organisationen zu unterstützen, während sie sich auf Weihnachten einstimmen. Thank you.
Zum 28. Mal organisiert man die Selbstverwaltung der Deutschen Nationalitäten Tolnau, einen Nationalitätentag. Bei der Veranstaltung treten auch lokale und benachbarte Traditionspflegengruppen, Schulen und Kindergärten auf. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr auch der Preis von der Stadt von Tolnau für Deutschtum im Rahmen des Programms verliehen. Szinte teljesen megtelt a Mözsi Kultúrház, ugyanis idén utóbbi létesítmény adott otthont a 28. nemzetiségi napnak. A nagyon magas energiaárak miatt az utolsó pillanatig kétes volt a helyszín, hogy hol tudjuk megrendezni, de nagy örömünkre itt a Mözsi Kultúrház otthont ad számunkra. Ez a 28. nemzetiségi nap azért is fontos, mert ez az önkormányzat egyik legnagyobb rendezvénye minden évben. A kultúrát és a hagyományok ápolását szeretnénk fenntartani. Ehhez hozzá tartozik, hogy itt helyet adunk az iskolásoknak, óvodásoknak, hogy bemutathassák a tanévben tanult dalokat, játékokat, bemutathassák azt, hogy mit tanulnak ők a nemzetiségi oktatás keretén belül, illetve számunkra nagyon nagy öröm, hogy nem csak a helyi kórusnak vagy helyi kórusoknak adhatunk bemutatkozási lehetőséget, hanem minden évben hívunk a régióból, akár a régión kívül is más csoportokat. Az idei évben a Györkönyi Tánccsoport, Glöckner János német nemzetiségi tánccsoport fog fellépni, ők fogják színesíteni a műsorunkat, a Drittel Sextet duó mellett, akik hagyományos német, vagy jobban mondva hagyományos sváb zenét játszanak harmonikán. Szakmai fejlődését, belső késztetés és az intézményi igények motiválták, mely egész életében végig kísérte. A német önkormányzat által 2020-ban alapított elismeréseket is átadták. Ezt minden évben három kategóriában hirdetjük meg, várjuk a jelöléseket. Civil személy vagy civil szervezet, pedagógus és egy kiemelkedő diáknak a német nemzetiségi tevékenységét szeretnénk így módon elismerni. Az idén egy pedagógusnak és egy civil személynek tudjuk átadni a német Tolnaváros német németségéért díjat. A pedagógus kategóriában Stadlerné Katzenberger Éva kapja meg, aki az idén tölti utolsó tanévét az iskolában, és a Vosinszky Moráltalános Iskola vezetősége úgy gondolta, hogy ő méltó a díjra, és az önkormányzat is helyben hagyta, tehát ő neki tudjuk átadni pedagógus kategóriában. A civil személyben pedig Steinbach Ferenc Gyula kapja meg az idén a díjat. Ő elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a életre keljen itt a Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzata, hogy fennmaradjon a németség kultúrája és hagyományai. Mások mellett a Mözsi Német Nemzetiségi Klub énekkara is megmutatta magát a rendezvényen. Igyekeztünk minden alkalommal részt venni, amikor lehetőség volt rá. Voltak alkalmak, amikor másfelre is elhívtak bennünket, természetesen akkor egyszerre két helyen nem tudunk jelen lenni, de azért, hogy otthon fellépjünk és itthon mindig találkozzunk ismerősökkel, régi csoportokkal, az nagyon fontos számunkra. Minden évben legalább egyszer megmutassák itt a városban a németek magukat, a hagyományaikat, hogy őrzik, hogy ápolják, és hogy tudják továbbadni. Régi hagyományos énekeket válogattunk. Az az igazság, hogy kimondott mözsi énekünk az nincs, de mivel járjuk az országot, a megyét, igyekszünk a számunkra kedves énekeket összeválogatni, és azokat elénekelni minden alkalommal. A klub létszáma az tulajdonképpen 23 fő, most abból egy olyan 10-12 fő az, aki énekel rendszeresen, és ahogy mondtam az előbb, nagyon kéne az utánpótlás, kiöregszik a társaság, és hiányoznak a fiatal hangok. Amen.
A közönség soraiban mindig köszönhetjük a helyi civil szervezeteknek a képviselőit, a meghívott vendégeinket, az önkormányzat képviselőit és az idősebb korosztályt. A gyerekek pedig, ugye az iskolások, általános iskolások láthatják, hogy az óvodákban mit tanulnak, illetve fordítva is. Ez egyre nehezebb. A hagyományápolás, egyre nehezebb motiválni a fiatalokat arra, hogy részt vegyenek a kórusnak a munkájában, hogy tagjai legyenek a kórusnak. Hosszú évek óta próbálkozunk egy német tánccsoportnak a beindításával, ami nagyon-nagyon nehézkes. Ezt hozta a kor, hozza a járványok, tehát egy csomó nehezítő körülmény van, ami miatt azt gondolom, hogy egyre nehezebb, de ezért is tartjuk fontosnak a rendezvényeinket, mert azt látjuk, hogy a nagyszülők, a szülők kézen fogják a gyerekeket és elviszik a rendezvényre, megnézik, és talán reméljük, hogy így kedvet kapnak ahhoz, hogy csatlakozzanak valamelyik kulturális csoporthoz. A programon Appelshofer Ágnes, Tolna polgármestere is részt vett. Beszédében arra buzdította a résztvevőket, hogy vállalják büszkén gyökereiket, német nemzetiségi identitásukat. Nem is olyan régen, néhány tíz évvel ezelőtt sem a nemzetiségünkhöz való hovatartozásunkat, sem a vallási hovatartozásunkat nem vallhattuk be, és immár jó néhány éve ezt megtehetjük, úgyhogy én azt kérem önöktől, ha még nem tették meg, és nem vettek részt a népszámlálásba, akkor vallják meg büszkén németségüket, én is ezt tettem. És ezt teszem akkor is, amikor a német nemzetiségi önkormányzati választások vannak. Tehát minden alkalommal, most már évtizedek óta ott is tudok szavazni a német nemzetiségi önkormányzatra, és nagyon köszönöm a német nemzetiségi önkormányzat valamennyi képviselőjének a munkáját, hiszen most már gyakorlatilag én 14 óta vagyok polgármester, azóta a második nemzetiségi önkormányzat van, és az előzővel is, és a mostanival is remekül tudott együtt dolgozni az egész képviselőtestület. Mi élére, illetve aminek ők az élére állnak, mi abban mindig segítjük őket lehetőségeinkhez mérten. Úgyhogy én remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, és a magyarok és a németek, illetve a német nemzetiségű magyarok ezután is, itt Tolnán és Mözsön is, nagyon jól meg fogják magukat érteni. Nem tudom, tudják-e, hogy Tolna megye a második olyan megye, ahol a legtöbb német nemzetiségűnek valló, az előző népszámláláskor a német nemzetiségűnek valló ember él. Én azt gondolom, hogy addig, amíg vannak olyan lelkes emberek, akik egy-egy kezdeményezésnek az élére állnak, amíg meg tud alakulni egy nemzetiségi önkormányzat, addig, amíg vannak nemzetiségi óvodák, az iskolákban van német nemzetiségi nyelvoktatás, és nem csak a nyelvet, hanem a többi hagyományt is őrizzük, hiszen akár a művészetben, akár a táncban, énekben, esetleg a gasztronómiában nagyon-nagyon sok olyan érték van, amit érdemes megőrizni. És ha mi nem őrizzük, és nem adjuk át a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor lehet, hogy 30 év múlva már sokkal kevesebben lesznek itt egy ilyen alkalommal. A nemzetiségi nap hátra levő részében további fellépők szórakoztatták a megjelenteket. Die Tanzgruppe des ungarisch-deutschen Freundschaftskreises Bavarz wird 20 Jahre alt. Mit einem festlichen Programm in der Siedlung Branau gedachten sie der vergangenen zwei Jahrzehnten. Kleine, junge und ältere Tänzer präsentierten ihr Können auch am 19. November im Kulturzentrum von Bavarz. Anlässlich des Jubiläums organisierte der Freundschaftskreis eine Ausstellung der Erinnerungen an die vergangenen Jahrzehnte. Horváth Tamás a fiatalok csoportjában táncol, a barátja Babarci, és ő hívta meg még 6 évvel ezelőtt a Babarci Magyar-Német Baráti Kör tánccsoportjába. Neki is vannak sváb felmenői, szívesen ápolja a hagyományt. Ez a társaság igazán barátságos, nagyon rendesek, nagyon jól érzem a próbákat, mindig nagyon jó hangulat. Ugye rendesen vannak meghívásaink hétvégén fellépésekre, és azokat rendszeresen el is vállaljuk, és mindig nagy örömmel szolgál, hogy mehetünk. A lányok közül 10 éve itt ropja a táncot Benke Laura. Nagy csoportos óvodás volt, amikor elkezdte a táncolást. Nagyszülei német származásúak, így ő is szívesen ápolja tovább a német nemzetiségi tánchagyományt. Ruháját mamája varta, mint mindig.
mivel keresztanyukám a tánccsoport vezetője, és anyáik is táncoltak, ezért kezdtem el én is táncolni. Én nagyon szeretem az utazások, a fellépések, a táncpróbák, és nagyon jó csapatépítő az egész. A Babarci Magyar-Német Baráti Kör 2006 novemberében alakult sváb zenét kedvelő, táncolni szerető, babarci és liptódi fiatalokból. Elsődleges céljuk az volt, hogy a magyarországi német és helyi sváb kultúrát megőrizzék, a zenét feldolgozzák, színpadra állítsanak táncokat, és a fiatalabb korosztályt bevonják a hagyományápolásba. Egy-két év után nyitottak vidám karakteres osztrák koreográfiák felé, ami jelentősen megszínesítette műsorukat. Jellemző volt erre a csoportra megalakulása, hogy ez egy baráti közösség volt, és úgy gondoltuk, hogy a szabadidőnket táncpróbák eltöltésével is hasznosíthatjuk, úgyhogy igazából így indult a mi kis útunk. Aztán eleinte csak helyi fellépéseink voltak, környékbeli, majd később már különböző városokban is, illetve Németországban is, Szlovákiában is eljutottunk. Annak idején körülbelül egy teljesen vegyes paletta volt, mert egy 12-13 éves testvérpár is táncolt velünk, a legidősebb pedig talán akkor volt 30 év körüli. Körülbelül, igen. De ez abszolút nem jelentkezett problémának, sőt, teljesen az idősebbek elfogadták a fiatalokat, a fiatalok pedig elfogadták az időseket. Tehát teljesen jó kis baráti közösség alakult tényleg. Annak idején az önkormányzat egy épületet adott számunkra, a fiatalok számára, ez lett a mi ifjúsági klubunk, ezt alakíthattuk a magunk ízlésének megfelelően rengeteg társadalmi munkával olyanná, amilyennek mi szerettük volna, és igazából ez volt a mi kis helyünk, ahol minden hétvégén összejöttünk, és elkezdtünk táncolni, és még azóta is folytatódik. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy folyamatos utánpótlása legyen ennek a csoportnak. Nagyon segítette a munkánkat a helyi önkormányzat, illetve a német önkormányzat, amit még a mai napig is megtesz, illetve a szülők, a gyerekek szülei, és nagyon sok segítőnk van, hála Istennek, úgyhogy ennek nagyon örülök. Jelenleg van egy 24 fős gyerekcsoportjuk, amely a helyi gyerekek mellett a környék gyerekeiből áll össze. Őket Zsivkovics Nikolett vezeti és tanítja be. Táncolnak itt szajkiak, bóiak és szederkényi testvérpárjuk is van. 26 fős ifjúsági csoporttal rendelkeznek, a felnőttek viszont csak ma estére álltak össze. Azonban Wölfring Anett, a tánccsoport vezetője bízik abban, hogy a későbbiek során is jönnek majd táncolni. A jubileum alkalmából egy kiállítást is rendezett a baráti kör az elmúlt évtizedek emlékeiből a Babarci Művelődési Házban. Wieder einmal wurde ein Märchen in deutscher Bühne Ungarn in sechs Sätzen aufgeführt. Die Aktualität der Aufführung des Kaisers Neue Kleider ergibt sich aus der Tatsache, dass wir in der heutigen Welt viel opfern, um den Schein zu wahren, während der Wahrheit, wie im Märchen ist, dass der Kaiser nackt ist. Im Theater findet nach der Aufführung eine Diskussion mit den Kindern darüber statt, was sie aus der Geschichte verstanden haben. Élt egy császár egy távoli országban, akit csak az érdekelt, hogy kellően csinos legyen. Szeretné megünnepelni uralkodása 10. évfordulóját, de úgy érzi, nincs alkalomhoz illő öltözéke. Ettől aztán teljesen boldogtalan és felettébb mérges. Így kezdődik a császár új ruhájának története, mely a Szekszárdi Német Színház legújabb mesejátéka, és mint minden darab a teátrumban rendkívül időszerű is. Nagyon ilyen korban élünk, igen, tehát fontos, hogy kinek milyen mobiltelefonja van, fontos, hogy kinek milyen márkájú cipője, nadrágja, akármilyen ruhája van. Úgyhogy szerintem ez egy jó kiindulási pont ebben a mesében, hogy itt van egy király, akinek mindennél fontosabb a kinézete. És aztán hát emiatt elindulnak a hazugságok is, és a második téma az pedig az, hogy miért vagyunk hajlandóak hazudni, vagy miért vagyunk olyanok, mi emberek most is, és 200 évvel ezelőtt is, amikor a mese íródott, hogy valami
nyilvánvaló igazságot is elhallgatunk, csak azért, hogy valami más ne változzon meg. Emögött a félelem is van természetesen, és ugye a mese végén egy kisgyerek mondja azt a királyról, de hát nincs rajta semmi, és valóban a kisgyerek még nem gondolja át, hogy ha teszek valamit, annak milyen következménye lehet. Tehát nincs ez a félelem, hanem az őszinteség van, ami egyértelmű, nyilvánvaló, azt a kisgyerek kimondja. És ahogy növünk bele a felnőtt korba, szépen megtanuljuk azt, hogy sokszor ez nem lehetséges. És hogy hol az a határ, amikor tényleg nem lehetséges, és vagy mikor van az, amikor meg lehetséges lehetne, de nem merünk. A darab alapvetően a gyerekközönségnek szól, így hát számos alkalommal a történet könnyebb követhetősége érdekében magyar szövegekkel segítik a színészek a nézőket. Szeretnék majd azért előadásokat úgy is lehetővé tenni, hogy eljöhessenek családok megnézni, mert rengeteg felnőtteknek szóló vicc vagy vicces rész is van benne, amit a szülők is élveznének, és azt gondolom, hogy megérkeztünk tényleg az iskolákhoz, hogy tudják, hogy nálunk mi egy jó kiegészítés vagyunk a német órákhoz, színház élménnyel. A tavalyi darabunk és a Torzomborz a rabló, meg most is a császár új ruhája úgy készült, hogy egy család is megnézhesse, hogy ha bejönnek a szülők, akkor ők is élvezhessék. Tehát sok olyan vicc vagy poén van benne, ami a felnőtteknek jön át, és nem a gyerekeknek. A darabban debütál a Német Színház Társulatának egyik új tagja, Dominik Spies. Azt mondja, ez a darab azért jó, mert minden gyerek megtalálhatja benne az érdekességet. A kisebbek vagy a nyelvet kevésbé értők számára is vannak benne olyan viccek vagy jelenetek, amitől ez számukra is élvezetes. A nagyobbak pedig egészen biztosan értik azt is, miről szól igazából a mű. Az érződik, mondja Dominik, hogy a csattanóban, amikor a gyerek kimondja az igazságot a császár mesztelenségéről, a gyerekek pontosan értik, mi is történik a színpadon. Das gefällt mir gut. Wie findet ihr meine neue Hose? Großartig. A Szexádi Német Színházban az a szokás, hogy a gyerekdarabokat követően beszélgetés kezdődik a látogatókkal arról, mit értettek meg mindabból, amit láttak. A gyerek érti a saját szintjén, hogyha beszélgetek a nézőkkel a végén, és megkérdezem, hogy szerintük a császárnak miért fontos a ruhája, a császárnak miért fontos, hogy hogyan néz ki, hogy milyen benyomást kelt ugye az embereknél, ezekre tudnak válaszolni, ezeket tudják, hogy a császárnak nagyon fontos a ruhája, és azt akarja, hogy mindenki őt becsülje, hogy mindenki lássa, hogy neki mennyi pénze van. De azt is tudják, hogy ha valaki ennyire kifelé akar valamit sugározni, akkor befelé talán nagyon szomorú, vagy nem elég magabiztos. Ezekre rájönnek, és hogyha aztán kérdezzük, hogy a császár jól végzi a munkáját? Nem, egyértelműen nem végzi jól. Milyen lehetőségei lennének? És akkor jönnek az ötletek, hogy mi minden tudna a császár, hogy javítani. Ilyen szempontból abszolút értik. A császár új ruháját a közeljövőben az ország több pontján bemutatja a színház, Budapesten 4 előadásban, még ebben az esztendőben. Hogy aztán visszatérjen Szexádra. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.